Trombita szó jelezte a 13. országos Schiller Fesztivál kezdetét pénteken délelőtt a Sárgödör téren. A nagymúltú program 2 év kihagyás után várta ismét a borbírálókat és bortermelőket. A rendezvény ötletgazdája szerint már nagyon várták, hogy újra bizonyíthassanak a paksi Schiller borok. Nagyon vártuk egyébként, minden évben meg is próbáltuk, az utolsó percig reménykedtünk, január-februárban még mindig reménykedtünk, hogy na, megengedik, lehet összejönni. Tudnélik, ez egy több ezres összejövetel lesz később a kulturálison. Itt pillanatnyilag 150-en vagyunk itt a szakmai napot csinálva. Siker önmagában az is, amikor megmentjük az értékeinket, és a hagyományainkat életben tartjuk. Az Országos Schiller Fesztivál esetében ezt a sikert mutatja, hogy 2 év pandémia miatti kihagyás után ma újra itt tudunk lenni, és mindenki fontosnak tartotta a részvételét ezen az eseményen. Ezt mondta a megnyitó ünnepségen Szántó Zoltán Paks alpolgármestere, Leber Ferenc alpolgármester, a Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesületének elnöke pedig arról beszélt, jó az időt olyan helyen eltölteni, ahol a régi értékek vannak a középpontban. Ilyenkor nagyon jó olyan helyen lenni, ahol a régi értékeinkhez ragaszkodhatunk, és mindenkinek azt kívánom, hogy egy pillanatra gondolkodjon azon, hogy milyen jó is, hogyha van egy viszonyítási pont. És ez a Schiller Fesztivál, ez a régi értékrendünk szerinti viszonyítási pont, és én mindenkinek azt kívánom, hogy még sokáig tudjuk ezt együtt élvezni. 2022-ben 7 bizottság ponthatárokon billegő borok esetére csúcsbizottság is alakult. Ők döntötték el, hogy milyen minősítésű legyen a kérdéses nedű. Az eredményeket szombaton délután hirdetik ki, a 100 legjobb helyezést elért borból pedig a fesztivál látogatói is ihatnak. A rendezvényen ugyanis hagyomány a közönségkóstoló. A programról bővebben is beszámolunk jövő héten a Közéleti magazinban.